Ünnepi szentmisével, majd az új kenyér megáldásával emlékeztek a dombováriak államalapításunk ünnepére. Itt adták át Kiszler Andrásnak, a dombovári ifjúsági fúvószenekar karnagyának jelképesen azt az összeget, amelyet egy éven keresztül a város kenyerének árából gyűjtött össze egy helyi vállalkozó. Ezután pedig kihirdették a dombováriak által kiválasztott új nyertest. Az előző évben szavazás alapján a legtöbb szavazatot dombovári ifjúsági fúvószenekar kapta, és az új kenyér értékesítéséből befolyt támogatás átadásra került. A tegnap előtt lezárult szavazás eredményét közzétettük, ebből adódóan az idejében a mentő alapítvány lesz az a civil szervezet, aki 2020-21-ben a város kenyerér értékesítő befolyt árbevételnek bizonyos 100%-át megkapja. Az idén egy dupla külsejű rácsos ropogós fehér kenyér lett a város kenyere, mondta el Börcsök Izabella, az adományozás ötletgazdája, aki szerint a kenyér a családok összetartozását is jelképezi. Nem titok, hogy az én részemről és a férjem részéről is nagyon nagy család vagyunk. Nálunk egy születésnapi ünnepség, mint például holnap a kisfiam születésnapja, az 40 fő minimum. De ezt nagyon szeretjük, nagyon szeretünk összeülni és mindig jókat enni, és hát a kenyér soha nem maradhat el az asztalról. A kenyér is egy olyan összetartó erő, akármilyen jellegű, ugye most már egy kicsit modernebb világot élünk, bejöttek ezek a hagyomány, visszajöttek a hagyományos kenyerek, a rozsos, a roskovászos, a zabos, ezek nagyon jó dolgok. Viszont a fehér kenyérnek, a hagyományos fehér kenyérnek is az illata, az íze, az ott kell, hogy legyen minden családnak, minden személynek a szájában, az ott kell legyen az asztalon. Igazából ez egy szertartás szerintem, amikor feltálaljuk az ebédhez a kenyeret. Nálunk soha nem maradhat el. A kertvárosi téren tartott ünnepség végeztével minden résztvevő vihetett haza egy szeletet a megszentelt új kenyérből.